Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Húsvét utáján az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kalászokat, és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték. Nézd, tanítványaid olyat tesznek, amit szombaton tilos cselekedni. Jézus erre megkérdezte. Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be Isten házába, és hogyan ette meg a kitett kenyereket, amelyeket senki sem neki, sem a kíséretnek nem lett volna szabad megennie, csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati parancsot, anélkül, hogy vétkeznének? Mondom nektek, a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent a mondás, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, akkor sohasem ítéltétek volna el az ártatlanokat, mert az emberfia ura a szombatnak is. Ezek az evangélium igéi. Áldjon téged, Krisztus!